Továbbra is kitart amellett a francia elnök, hogy a nyugatnak semmilyen eszközt, így a szárazföldi csapatok Ukrajnába küldését sem szabad kizárnia. Emmanuel Macron ezúttal a francia köztelevízióban beszélt arról, hogy szerinte készen kell állni minden eszköz felhasználására, hogy Oroszország ne győzhessen. Az M1-nek nyilatkozó elemző szerint a nyugati politikusok célja, hogy Európában háborús hangulat alakuljon ki. Semmilyen eszköz használatától sem szabad visszariadni Oroszország ellen, közölte Emmanuel Macron a francia köztelevízióban hangsúlyozva, mindent meg kell adni Kijevnek, mert ha Oroszország győz, akkor Európa veszélybe kerül. Ha békét akarunk Ukrajnában, nem szabad gyengének lennünk, ezért tisztán kell látnunk a helyzetet, és bátran ki kell mondanunk. Készek vagyunk az eszközeinket használni, hogy Oroszország ne győzzön, mondta a francia elnök, aki megerősítette, hogy szerinte semmilyen lehetőséget nem lehet előre kizárni. Emmanuel Macron februárban beszélt arról először, nem szabad kizárni, hogy NATO csapatokat küldjenek Ukrajnába. Később már gyávasággal is vádolta azokat a szövetségeseit, akik ellenzik a NATO csapatok bevetését. Az Európai Unió vezető bürokratái közben azon dolgoznak, hogy az Egyesült Államok folytassa Ukrajna támogatását. Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője Washingtonban arról beszélt, gyorsan kell cselekedni, mert a háború kimenetele a következő hónapokban dől el. Oroszország nem fog megállni, nekünk kell megállítanunk. Az USA és az EU is sokat tett már Ukrajnáért, de úgy gondolom, hogy ennél is sokkal több kell. Támogatnunk kell az ukránokat, bármit is kell tenni, azt gyorsan meg kell tenni, mondta Josep Borrell. Magyarország mellett Nagy-Britannia, Németország, Svédország, Románia, Olaszország és a NATO is világossá tette, nem küld katonákat az orosz-ukrán háborúba. Viszont egyre több állam nem zárkózik el Emmanuel Macron ötletétől. A finn kormányfő azt mondta, az orosz katonai képességek korlátozottak. Oroszország nem legyőzhetetlen, legyőzhetjük, ha egyesítjük erőforrásainkat, megvannak a pénzügyi eszközeink, most politikai elkötelezettségkel, fogalmazott Petteri Orpo. Radoszláv Sikorszki lengyel külügyminiszter, akinek a felesége Soros György szövetségese, pedig azt állította, a NATO katonái már ott vannak Ukrajnában. A litván külügyminiszter a vörös vonalak eltörléséről, Petrő Pável cseh elnök a nyugati csapatok ukrajnai jelenlétéről, a lett elnök pedig a harc folytatásáról beszélt. The fear of escalation. Az ukrán külügyminiszter Dmytro Kuleba pedig kijelentette, elege van már, hogy mindenki az eszkalációtól, vagyis a háború továbbterjedésétől fél, mert szerinte Vlagyimir Putyin csak fenyegetőzik. Oroszország technikailag felkészült egy nukleáris háborúra, az atomfegyverek készenlétben állnak, közölte a héten egy interjúban az orosz elnök. Vlagyimir Putyin figyelmeztette azokat az országokat, amelyek az Oroszországgal szembeni vörös vonalak eltörléséről beszélnek, hogy ebben az esetben Moszkva is hasonlóan cselekszik. Macron gyakorlatilag nyíltan beszélt arról, hogy szorgalmazná a katonai részvételt. Az eszkalációs nyilatkozatok növelik a háborús kockázatokat, erről a század végvezető elemzője beszélt. Palóc André kiemelte, az európai emberek nagy többsége ellenzi a katonai részvételt, de a politikusok erről nem vesznek tudomást. Azt látjuk, hogy elválik a politikai elit, és ilyen esetben például Macron megszólalásai most már erről tanúskodnak is, a választók véleményétől, és mintha megpróbálnának egy háborús hangulatot, egy háborús, ha úgy tetszik, folyamatos ingert kelteni itt Nyugat-Európa szerte. Több elemző szerint akár egy világszintű fegyverkezési verseny is elindulhat, aminek a nyertesei a hadipar és a fegyverkereskedők lehetnek. A NATO tagállamok fegyvergyára is sorra döntik a megrendelési csúcsokat, miközben a hasznuk is meredeken emelkedik.